Idén került először megrendezésre a Magyar Művészeti Akadémia szervezésében. A mesterkurzuson szeretnék segíteni a fiatal művész tehetségeknek. A legnagyobb meglepetésre 17-en jelentkeztek, és még ezen kívül passzív résztvevőnek több mint 30-an. Úgyhogy ez mutatja, hogy örömmel vették ezt a kezdeményezést, és én nagyon remélem, hogy jövőre folytathatjuk majd. 5 énekest tudtam fölvenni, akik 2 óra foglalkozást kaptak. Mindegyik nagyon tehetséges, volt köztük olyan, aki nagyon-nagyon fiatal, 23 éves, és a Zeneakadémián tanul még, de egy csodálatos hanganyaggal rendelkezik. Ai, Chapin dalla causa, cosa sento, in quella cioccadea. Perfidi, io voglio di tal modo punirvi. A piacer mio la sentenza sarà. Már gimnazista éveim alatt elkezdtem az énekléssel foglalkozni, utána jártam konzervatóriumba, és utána kerültem be az egyetemi képzésre. Már több mesterkurzuson is részt vettem, ez már nem az első, és hát ugye az interneten találtam rá erre, és úgy jelentkeztem, és hát sikerült bekerülnöm. Vedrò mentre io sospiro, felice un servo mio. È un ben che in van desio, ei posseder dovrà. Vedrò per man d'amore unito un vile oggetto ci meresto un affetto. Olyan is van közöttük, mint Vörös Szilvia, aki már teljesen készen van, az operaházban már nagyon szép feladatokat kap. Ő többek között az egyike azoknak, akiket külön szeretnék díjazni a kurzus után, hiszen a Római Magyar Akadémiának az igazgatója, Molnár Antal, felajánlotta, hogy egy hónapon keresztül az ottani intézetben ingyen szállás lehetőséget kapnak, és én pedig ez alatt, az idő alatt ingyen tanítom őket, és majd utána egy bemutatkozó koncertjük is lesz. Tavaly diplomáztam opera szakon, Marton Éva osztályában, 5 évet töltöttem el nála. Bátor Éva opera énekestől hallottam először a kurzusról, illetve a Fidélión is olvastam róla, tehát interneten is utána tudtam járni, és ezek után gondoltam, hogy mindenképpen szeretnék részt venni. Egyrészt, mert nem ismertem még ezelőtt a művésznőt, másrészt pedig kíváncsi voltam arra, hogy egyes darabokkal mit tudunk még dolgozni. Másik nagyon tehetséges énekest is kiválasztottam, Pejdl Katalin személyében. Ő 25 éves, a Grácz Zeneakadémián tanul, és így ketten elosztva kapják a díjat, tehát 2 hét, 2 hét mindkettejüknek, és hát az órák részemről.
nyugodtabb, vidámabb embernek ismerem magam, és erre a kurzusra hoztam két olyan darabot, amiben egy ilyen agresszívabb, idegesebb karaktert kell megformálni, és például ebben is segít, hogy hozzuk ki magunkból azokat az érzelmeket, amiket ugye hétköznapokban esetenként nem gyakorlunk. Indikációkat, ötleteket adjak, hogy merre kell még javítani dolgokon. Ez sokszor zenei elképzelés, sokszor olyan, hogy énektechnikai tanács, de nagyon sokszor a szerepfelfogással kapcsolatos, a színpadi mozgással kapcsolatos. Tehát amennyit lehetett, igyekeztem ebben a rövid időben is átadni. Elsősorban Rossini Tancredi című operájából Tancred áriájával foglalkoztunk. Ez egy fiú szerep, ami a mezzoszopránoknak a tulajdonképpen a különlegessége vagy sajátja, hogy egyszerre énekelhetnek női szerepeket és férfi szerepeket. Ez pont egy ilyen. A másik pedig Donizetti La Favorita című operájából Leonora áriája. És ezzel is nagyon jó volt dolgozni, mert ha bár ez már egy jobban beültetett ária volt, ennek ellenére így is tudott a művésznő új dolgokat mondani, nem csak énektechnika szempontjából, hanem művészi megvalósítás szempontjából is. Mindig is voltak itt kitűnő tehetségek, és mindig is Magyarország híres volt arról, hogy nagyszerű a zeneoktatása. A mi zeneakadémiánk egyike a legjobbaknak a világon, ez köztudott, ezt nem csak mi nagy büszkén emlegetjük, hanem ezt külföldön mindenhol elismerik. Úgyhogy ez természetes, hogy tőlünk nagyon sok, nagyon felkészült kitűnő énekes megy a nagy világba.